kitört az influenza járvány Magyarországon, ez akkor jelenthető ki, hogyha egy hét alatt több mint 10 000 ember megy orvoshoz az influenza tüneteivel. Vendégünk a témában dr. Jelinek Benyámin háziorvos. Jó reggelt kívánok, doktor úr, köszönöm kívánok. Szépen, hogy itt van. Jól mondtam, hogy járvány van már, vagy az, hogy influenza-szerű panaszokkal mennek orvoshoz az emberek, az önmagában már azt jelzi, hogy járvány van, tehát hogy ezt is beleszámol. Már járvány van, tehát ezt már bejelentették, járvány van, egyre több a beteg, amit én észlelek, hogy főleg az aktív generációt érinti, tehát akik dolgoznak, akik sokat vannak közösségben, az általában így szokott indulni, tehát ők, akik legtöbbet vannak közösségben, ott terjed a legjobban ez a járvány. És ők is a leginkább veszélyeztetett ilyen tekintetben, hiszen ők találkoznak a legtöbb emberrel, ahogy a munkájukba mennek, a munkájuk területén, stb. A leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek, a krónikus betegségbe szenvedőek és az idős betegek, nekik jár az ingyenes védőoltás, tehát ők a veszélyeztetettek, de akik sokat vannak közösségben, nekik nagyobb esélyük van, hogy elkapják a fertőzést. Mik a tünetei ennek most, mert itt a reklámszünetben beszéltük, hogy van egyébként egy nagyon komoly hasi vírusfertőzés is, ami 8 hete már lappang vagy terjed itt az országon belül, és lényegében, ha bekerül egy családba, akkor mindenki végigmegy. Igen, tehát most két fertőzés dominál itt a körzetben, azt vettem észre, egyik egy ilyen hasmenéssel, hányással, lázzal járó állapot. Nagyon rosszul vannak a betegek, nagyon fáj a hasuk is, tényleg amit mondott, hogyha egy családba bekerül, akkor a család minden tagján végigmegy ez a betegség. Ez nem szokott ilyen sok ideig tartani, kollégákkal is beszélgettünk, hogy ez úgy furcsa, hogy tényleg már 2 hónapja is tart ez a fajta megbetegedés. A másik az influenza magas lázzal kezdődik, nagy levertséggel, végtag izomfájdalommal, légúti panaszok, orrfolyás, köhögés társulhat hozzá. Ez, ami most kezd indulni, egyre több az ilyen jellegű megbetegedés. Mi a különbség influenza és nátha között ilyen tekintetben? Így nehéz elkülöníteni, de hát az influenza-szerű megbetegedéseknek ez a tünetei, a nátha akár egy sima orrfolyás, egy sima torokfájás láz nélkül. Meg gondolom, akkor a végtagfájdalmak is inkább az influenzára jellemző. Igen, de sokszor azért ez nehéz elkülöníteni, mert magas lázzal járó megbetegedéseknél is lehet egy ilyen izomfájdalom a betegnél. De létezik akkor olyan influenza megbetegedés, hogy mondjuk a felső légúti panaszok azok nem olyan intenzívek, mint amennyire mondjuk egy náthánál? Nem feltétlenül kell, igen, de viszont az influenzának az az érdekessége is, az a veszélye is, hogy az influenza meggyengíti gyakorlatilag a szervezetet, lebontja a védelmi vonalakat, és nagyobb lehetőséget biztos egyéb fertőzéseknek, és ezért nagyon fontos a védőoltás, mivel így utat nyithat egyéb fertőzéseknek, tehát a vírus fertőzésre ráterepszik egy baktérium, és így nagyon súlyos tüdőgyulladás, ami például időseknél, gyermekeknél nagyon veszélyes, középfülgyulladás és arcüreggyulladás jelent. A szövődményekről mindjárt beszélünk még. Azt mondja meg, hogy létezik olyan, hogy valaki nem lázas, de mégis influenzás? Nem valószínű. Tényleg vannak olyan betegeim, akik mondják, hogy ők sose lázasak, minden tünetet produkál, igazából kimondani róla, hogy influenzás csak akkor lehetne, hogyha egy laboratórium kimutatja. És mit javasol ilyenkor, menjünk orvoshoz, vagy ne menjünk orvoshoz? Ugye két megközelítés van, az egyik az, hogy az orvos persze, hogy menjünk, hiszen meggyógyít, a másik meg az, hogy ne menjünk oda, mert ott elkaphatjuk másoktól, akik várnak a váróban, stb. Tehát ez egy felelőssége az egyének is a környezetére vonatkoztatva, tehát aki beteg, az ne menjen közösségbe. Tehát igazából azért is szükséges lemenni orvoshoz, hogy táppénzbe kerüljünk, és ne fertőzzük a környezetünket. A másik pedig, hogyha egy jó karban lévő ember 3-4 nap alatt nem gyógyul a betegségből, vagy egy idős is, gondolni kell szövődményre. Tehát körülbelül mondhatjuk, hogy 10 fertőzésből 9 vírusos fertőzés, ez gyakorlatilag mindig igaz, de azt az egyet ki kell szűrni, és akkor szükség lehet antibiotikumos kezelésre. Pénteken este leszek rosszul, már ilyen tekintetben, amit beszélünk, és tudom azt, hogy ön csak hétfőn rendel, nem akarom hétvégén ezzel zavarni, vagy nem érem el, stb. Mit javasol akkor, milyen, mondjuk úgy, hogy házi praktikákkal tudunk, hát nem védekezni, de hogy mondjam, komfortosabbá tenni azt a 2 napot, amíg még eljutunk orvoshoz? Ügyelet létezik, tehát hogyha a beteg nagyon rosszul van, hogyha úgy érzi, hogy az lényeges, tehát hogy a beteg nagyon rosszul érzi magát, vagy érzékeli a környezetén belévő betegnél, hogy ez súlyos állapot, akkor mindenféleképpen orvost kell keríteni, vagy orvoshoz el kell juttatni. A másik pedig ezek általában tünetileg kell kezelni. Ha nagyon magas lázat csillapítani kell, fájdalomcsillapítóval, garatfájdalmat, a végtagfájdalmakat tudjuk csillapítani, tehát a betegnek a közérzete sokkal jobb lesz. Nem az ettől a gyógyszerektől fogunk meggyógyulni, de az általános állapotunk jobb lesz, ezért ez a gyógyulás. Jók ezek a szerek egyébként, amik így a patikában elérhetők? Ezek recept nélkül? Igen, ezek hatásos szerek, amire vigyázni, hogy hosszú távon nem szabad őket használni. Tehát amennyiben a betegség nem gyógyul néhány napon belül, akkor forduljunk orvoshoz. És hogyha kisgyereken tapasztaljuk, akkor mit csináljunk? Mert úgy értem, szintén ott a hétvége, lázas...
mint apuka, tehát én is mindig aggódom, amikor betegek a gyerekeim, ugyanez a metódus, tehát a lázcsillapítás nagyon fontos, de a gyerekeknél sokkal hirtelen, főleg minél kisebb a gyerek, annál gyorsabban tud romlani az állapota. A szülőnek figyelnie kell, a szülő ismeri a gyerekét, amikor a beteg aluszékonnyá válik, nehezen lehet vele kontaktusba lépni, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni, de amúgy, tehát egy vírusfertőzés nagy valószínűséggel a járványos időszakban lázcsillapítás, ami szükséges. Mi kezet fogtunk, amikor találkoztunk, általában ön is rengeteg emberrel fog kezet, meg én is. Kézfogással egyébként terjed, vagy elkaphatjuk, vagy inkább csak a levegőben? Tehát gyakorlatilag ez ebből a szempontból kivéthetetlen, tehát hogy mivel sokszor lappang a betegség, a beteg nem tudja, hogy fertőző, vagy úgy megy dolgozni, hogy tudja magáról, hogy beteg, óhatatlanul cseppfertőzése terjed egy zárt térbe, egy zárt irodából, 50-100-an dolgoznak, nem is kell hozzá kézfogás, a levegőbe ott van a cseppfertőzéssel keringő kórokozó. Az influenza esetében, hogy meg tudjuk akadályozni a fertőzés továbbadását, tehát a beteget nem tesszük karanténba, a influenzás, kimegyünk a buszra, felszállunk, megfogjuk a kapaszkodót a mozgó lépcsőn, utazunk a metróba, a levegőbe, a felületeken ott lehet a kórokozó. Egy dologgal a leghatékonyabb védekezési mód a védőoltás, máshogy nem tudjuk meg. Érdemes még egyébként kérni? Hogy már járvány van? Hallottam olyat is, hogy ilyenkor már a betegre bízzuk, hogy hogy gondolja. Én azt mondom, nem lehet tudni, hogy meddig tart a járvány. Tehát a járvány akár egy hónapig elhúzódik, két hét alatt alakul ki a teljes védettség, akár lehet létjogosultság, hogy most is oltsuk. Doktor úr, nagyjából fél percünk maradt, itt mondtam, hogy visszatérünk még a szövődményekre, már a tüdőgyulladásról beszélt, de milyen szélsőséges problémák alakulhatnak ki még influenza tehát minden, miatt? Tehát maga az influenza fertőzés nagyon ritkán okoz tüdőgyulladás, maga az influenza vírus, ami egy nagyon súlyos állapot, ami kórházi kezelésre szorul ilyenkor általában a beteg, különösen veszélyeztetek az krónikus betegek, az idősek és a kismamák, náluk sokkal könnyebben lép föl szövődmény, egy ilyen bakteriális felülfertőződés, ami a legsúlyosabb, egy életet veszélyeztető tüdőgyulladás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Viszontlátásra, köszönöm.